Most szól, igen. Jó, akkor folytatás következik. Egészségetekre az ebéd. És akkor... Hová tűntek az injektáló drogfogyasztók? Kerekasztal beszélgetés. Részvevők Tóth Dániel, Csorba József, Magyar Jenő, Csák Róbert. Moderátor Sárosi Péter. Magyar Jenő még el van tűnve, úgyhogy mindjárt keressük. Még egy perc szünetet, vagy egy perc türelmet kérünk, amíg megérkezik az utolsó résztvevő. Kezdjük. Semmi gond. Akkor... Üdvözlök én is mindenkit, remélem finom volt az ebéd. Most kajakóma időszakában egy olyan kerekasztal következik, ami az ellátórendszer egy másik fehér foltját próbálja feltárni. Gyakorlatilag azokra a kérdésekre keressük majd itt a választ, amik itt az előző előadásokban is felmerültek. Ugye a fő kérdésünk az az, hogy így fogalmaztuk meg, hogy hová lettek az intravénás szerfogyasztók, de akár úgy is megfogalmazhatjuk, hogy mi történt velük az elmúlt években azóta, mióta a tücsere programokat ugye bezárták, a két legnagyobbat Budapesten, és többi tücsere program is erősen gyengélkedik. Először szeretném megkérni a résztvevőket, hogy röviden mutassák be azt, amivel ők foglalkoznak. Voltak itt különféle változások ugye az elmúlt időszakban, és ha már itt a Barna erre azzal kezdte az előző kerekasztat, hogy mondjon el mindenki egy dolgot, ami pozitív történt az elmúlt évben, ezt én is szeretném megkérni erre a résztvevőket, hogy ne legyen mindig ilyen nagyon pesszimista és érfelvágós hangulat, hogyha ilyen témákról beszélünk. Üdvözlök én is mindenkit, Szabó Rékának hívnak. Én 25 évig terepen dolgoztam tűcserében és alacsony küszöbű programokban. Most itt dolgozom az ELTE-n. Kaluzsi kolléganőmmel női szerhasználó csoportokat szervezünk és bonyolítunk le. És hogy mondjak egy pozitív dolgot így a... Biztos találsz. Biztos találsz. Hát azt, hogy most összejöttünk és hogy beszélünk ezekről a dolgokról, ez nekem egy nagyon pozitív dolog. De amiről beszélünk, az nem annyira. Csorba József vagyok, és én pszichiátri és addiktológus vagyok, és nem tudom, 30 éve dolgozom így a szakmában. Elsősorban általában csökkentő területen főleg szubstitúciós kezelés, illetve így az intravénás drog használattal nyilvánvalóan kapcsolatban költem a páciensem révén nagyon sok heroin függőt kezelek mai napig is. 2015-6-ban ugye csináltuk itt Magyarországon ezt a ISF programot, ahol azt vizsgáltuk, hogy a használt fecskendőkben milyen típusú szerek vannak, és ezt most így részben folytatjuk egy ilyen nemzetközi körben. És pozitív dolgot... hát talán azt, hogy a pácienseim
között talán így csökken a designer típusú szerek injektálása. De ugyanakkor visszatért a heroin, szóval, hogy most ez így talán ennyi. Jó hír. Igen. Hát egy jó hír és egy kevésbé rossz, nem tudsz, hogy... Csák, Robert vagyok, szociológus, és tényleg, hát mennyit, 8 évet dolgoztam Tűcserében, a 8. kerületben, meg aztán kicsit más helyeken is, de hogy azért van valamennyi ilyen terepgyakorlatom is. Igen, pozitív dolog. Hát igen, ez a kutatás, amit sikerült megcsinálni, ez mindenképpen pozitívum. Meg egyébként majd később lesz a szegregátumok felhasználatáról, szóval hogy ezeket a marginalizált csoportok felhasználatával kapcsolatban volt most egy pár kutatás, hogy lesznek, van erről legalább valami tudásunk. Ez szerintem egy pozitív dolog. Vagy igen. Sziasztok, Magyar Jenőnek hívnak. Tisztás drogkonzultációs központban dolgozom, az Indítköz Alapítványnál, az egyik egység, szociális gondozó vagyok. Ez nappali intézményes közösségi ellátó, és van egy alacsony küszöbű részünk, ahol alacsony küszöbű eszközökkel dolgozunk. Amit most pozitívuként tudnék mondani, a múlt év végére alakult ki, hogy a lenti csapatunk az alacsony küszöbű brigáda a pincébe. Tehát, hogy ilyen apró jelek vannak arra, hogy közösségé lehet őket valahogy alakítani. Tehát, hogy mondjuk fürdik és felmos maga után. Van takarítani, egyébként nem kéne. Ezt így tudatosan csináltuk, és hogy ezek szerintem ilyen jó dolgok. Majd később a szóba kerül, elmondom, hogy miért. Mert köze van ahhoz, hogy hova tűntek az intravénászer. Azt náluk, de hogy ők így képesek. Tehát a képességük megvan hozzá, és hogy így hajlandó. Most ott tartunk már, hogy rászól a másikra, ha ő esetleg el akarja sumálkodni. Ez ugye jó. Na hát az előző két előadásból is kiderült, hogy igazából az elmúlt években olyan komoly trendváltozásokat nem láttunk Magyarországon, hogy akkor, hogyha európai szinten nézzük a magyar hazai drogszcénát, különösen az intravénásszer használói szcénát, akkor egy nagyon eltérő mintázatot láttunk Magyarországon, mint a legtöbb európai országban. Tehát gyakorlatilag egy olyan országot se tudunk megmondani az Európai Unióban, ahol ez a 2009-10-es szerváltás ennyire drasztikusan megtörtént volna, mint nálunk az intravénás szerhasználók körében. Romániában volt mondjuk egy hasonló, ahol szintén ott kicsit eltűnt a heroin, és aztán bejöttek ezek a designer drogok. Ott már ott azt halljuk, hogy visszajött a heroin, és most már így tényleg Magyarország egy ilyen kis sziget a Európában, ahol az intravénás szerhasználat még mindig nagy részt a designer drogokról szól. És az első körben én azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy mit gondoltok arról, hogy miért van ez, miért tűnt el a heroin ennyire, miért át a magyar piac ennyire át a designer drogokra, miközben az Európában azt látjuk, hogy még mindig a heroin dominálja ezt a szférát. Hát egyébként magában maga, hogy ez hogy történt meg az átállás, azért ezt nem tudom, elég jól láttuk, vagy volt így dokumentálva. Tehát, hogy akkor, amikor pont betörtek a designer szerek, pont akkor a heroin nagyon rossz minőségű volt, meg nem lehetett elérni. Tehát, hogy, de hogy azóta is? Hát azt nem tudom, mert beszélgetünk az ebédszünetben is, szóval, hogy én úgy, és simán lehet, hogy, de ez tényleg csak ilyen, nem tudom, találgatás, de hogy mit tudom én, azok a bűnözői körök, akik Magyarországon a kábítószer csempészéssel foglalkoznak, azok nem foglalkoznak heroinnal, nem tudom. De hogy egyébként meg mondjuk a szerhasználók felnézve, hát amit láttam, tehát hogy ők azért azt vásárolják, amit a dealer árul, tehát hogy ha a dealer ezeket a designer szereket árulja, akkor ők azt fogják vásárolni. Vagy én legalábbis ezt láttam. Tehát mondjuk a 8. kerületi szerhasználókra azért az volt a jellemző, hogy ők a bejáratott dílereikhez mentek, és ami ott kapható volt, azt vásárolták. Jóska, te hogy látod, hogy ennyire rossz a magyar heroin? Most már nem, szóval, hogy igazából igen, szóval volt egy időszak,
így lényegében ilyen 11-2-től kezdve, mondjuk így tavalyig, amikor tényleg ilyen rossz minőségű, meg nehezen elérhető heroin volt, és tavalytól kezdve ugye azért van már megint heroin elérhető és jó minőségű. És Alának ugye elérhető pont tegnap előtt volt nálam egy páciens, aki azt mondta, hogy ő három helyről is tud szerezni heroint, ha akar. Ami azért előtte egy sokkal nehezebb, problematikus dolog volt heroin szerezni. Szóval, hogy én azt látom, hogy igen, volt egy időszak, mikor abszolút átvették a vezetést a szintetikus szerek, ugye ezt az ASZEC-programban is láttuk, ugye a használt fecsikben, amiket találtunk, de hogy ezek részben megmaradtak, de hogy azért részben kezd visszatérni a heroin. Én talán amit még említenék, hogy itt az árkérdés egy elég izgalmas kérdés, hogy azért a szintetikus szereknek az ára lényegesen alacsonyabb, mint a heroinné. És hogy van egy ilyen része is, ugye ez az idézőben szegény drogozás típusú történet. Igen, mondjuk ez érdekes, ugye Szerbiában, hogy volt erről szó az előbb a belgrádi szcéna, ami ott is ilyen mély szegénységben élő drogfogyasztók vannak. Egyébként ott is elérhetőek a designer drogok. Amikor mi is ott filmeztünk, megkérdeztük, mondták, hogy ismert, szúrtak már mefedront, de nem, de mégis megmaradtak a heroinnál főleg. Hát azt nem tudom, hogy az iskolázottsággal ezt lehet-e magyarázni. Igazából számomra egy ilyen rejtélye maradt ez még mindig, hogy Magyarországon miért volt ez, és hogy Belgrádban miért nem. Annyit szeretem volna csak hozzáfűzni, hogy a legutolsó beszélgetés itt tavaly a kliensekkel, pont amit Anna is említett a Fókusz pontos kutatás keretében történt, és akkor beszélgettem arról, hogy ők igazából nem csak anyagfüggők, hanem valamilyen szempontból dealerfüggők is. Tehát amit a Robi mondott, ehhez csatlakoznék, hogy amit árul a dealer, azt fogják venni, hogyha ezeket árulja, akkor ezekhez fognak hozzájutni, illetve ami most is bejött, hogy az ár. Tehát, hogy ki mennyiért tudja megvásárolni az anyagokat, az is egy nagyon meghatározó. Én egyébként reménykedtem egy picit, hogy a heroin újra felbukkanásánál, hát ha valami nagyobb változás jön, én ezt nem annyira tapasztaltam, nem érzékeltem. Úgyhogy ezt most egy kicsit reménykedve hallgatom, hogy hát ha valami változás újra elindul. Jóska, jól tudom, neked van egy pár adatot, amik esetleg azt be tudod mutatni a kutatásaitokról, ami a fecskendőkre foglalt fecskendőkben lévő. Ja, köszönöm. Igen, a City Resultot, igen. Az jó, oké. Nem akarja? Hagyom a driver-t. Javítsam, igen. Jó, szóval, hogy végül is ugye ez az Escape projekt ezt az Unió finanszírozza, és a francia kollégák koordinálják, azt találták ki, hogy több helyszínen Európában legyen egy olyan vizsgálatot, azt nézzük meg, hogy mi van a használt fecskendőkbe. Ugye ez részben a Thomas Neff a franciáknál Párizsban folyt több éven keresztül hasonló vizsgálat, illetve hát amit itt Magyarországon is csináltunk az ASZEC projekttel, ez ennek részben valamilyen folytatása, és hogy ezekről van némi adatom. Ugye itt Magyarországon az Artéra alapítvány gyűjtötte a fecskendőket, velük működtünk együtt. A MÖSZ koordinálta, és a Debreceni Egyetem toxikológiai laboratóriuma vizsgálta be a történeteket, és hogy igazából itt látjuk, hogy ez a 2017-es szeptemberi
hétköznapi gyűjtés, ugye egy 150 fecskendő lett gyűjtve, ebből 129-ben találtunk valamilyenféle anyagot, és hogy ugye itt látjuk, hogy a leggyakoribb abban az időben az N-etilhexedron volt, ugye 70%-os arány. Ez részben folytatódik az a tendencia, amit ugye 15-16-ban is látunk. Ugye a második helyen volt a alfa PVP, illetve hát utána az amfetamin, illetve alfa PHP. Ezen kívül még ottan pár fecskendőben volt heroin, ugye 6,9%. És hát ezeknek a lebomlási termékei. Ugye a kafein nagy mértékben volt jelen, ugye a kafein ez egy izgalmas téma, mindig erről sokat beszélünk, hogy mi a frász kereszt a kafein, hogy, de aztán kiderült, hogy a stimulánsok gyártási technológiából, hogy ezt kafeinnal hígítják, vagy oldják fel. Az is egy izgalmas kérdés, hogy általában legalább két komponense volt minden fecskendőben, legalább két hatóanyagok, de volt olyan, amikben 9 is volt akár. És akkor ez ugyanaz a szeptemberi gyűjtés, ez a hétvégi gyűjtés, itt is 150 fecskendő volt, 92-ben találtunk hatóanyagot, és akkor ezek voltak az adatok, lényegében ugyanaz, amit a hétköznapi adatok szempontjából, és akkor még röviden a május, ez már tavaly májusban történt, itt 150 fecskendő volt csak gyűjtve, és ugye mindegyikben találtunk hatóanyagot, és érdekes módon itt már első helyen volt a heroin. Én azért mondom, hogy tavaly legalábbis e felmérés alapján a heroin visszatért így a történetben, ugye 30% már a heroin, és hát ugye tényleg nagyon picivel megelőzi a etilhexedron, ami maradt lényegében ugyanúgy magas 29 arányban, alfa PVP és amfetamin. Most, hogy kafein itt is jelen volt, meg egyéb más komponensek, szóval hogy röviden én nagyjából ennyit akartam csak így bemutatni, és akkor a másik diasorozatban, az nem is tudja, ez az egy heti, igen. Igen, itt végül is azt próbáltam összegyűjteni, mikor meghívta a kollégák, hogy itt beszéljek el a történetről, hova tűntek a intravénás fogyasztók, hogy akkor múlt héten összegyűjtöttem az összes rendelési helyemen, hogy hány páciens volt összesen, és hogy közülük ki mit használ, hogy használ. Nagyjából ezeken a helyeken rendelek mostan, és hát ugye 195 emberrel találkoztam. Ugye így néz ki a diagnózis, ugye 76 volt, aki alkohol miatt jó, 14, aki gyógyszerproblémák, 70, aki drogproblémák, 11 politoxikomán, és 23, aki pszichiátriai betegség, vagy elsősorban pszichiátriai betegség. Ugye a drog szempontjából ezt láttuk, hogy ugye a THC dominál, ez részben azért, mert hogy elterelésre is járnak hozzám, és hogy a THC-sek, azt hiszem egy vagy kettő van, aki csak önmagában a fogyasztás miatt, vagy a fogyasztás miatt okozott problémák miatt jön, többi elterelés. A többi szerek használójuk mind a problémás használat miatt jöttek. Intravénás használat, ugye azt próbáltam megkérdezni, hogy életében használta-e, ugye 25 ember volt, aki igen, utolsó 30 napban 16 ember, és itt az injektálszer szempontjából ugye 16 ember, ugye 9 volt, aki heroint használt, 4, aki kristályt, és 2, aki amfetamin, ez az utolsó 30 napban. És azért ez így látszik, hogy az összforgalom szempontjából, ugye ha nézzük a 195 és 16-ot, ez 8,2% az utolsó hónapban injektált szert, azért léteznek ezek az emberek még, és ha csak a drogokat nézzük, a droghasználók és az IV használók között, ez 22,5%. Köszönöm a figyelmet, én csak pár rövid ilyen adatot akartam bemutatni. És ugye itt a kutatók is mondták, hogy nagyon nehéz utolérni mostanában az intravénás szerhasználókat, akár úgy is, hogy egy sima kutatásra, ahol ráadásul ugye még volt egy motivációs díj is, hogy Robi, neked mit gondolsz, hogy miért nem sikerült, miért ennyire kevés ember sikerült elérni a Kékpontnak a volt klienseik közül, úgyhogy jól tudom, akkor ugye az utolsó időszakban már összesen valami majdnem 3000 kliens se volt összesen a Kékpont tűcserének, és akkor ebből csak 100-at sikerült utolérni. Esetleg kérdezgetted a klienseket, vagy van valamilyen hipotézis, hogy miért lehetett ilyen keveset elérni?
Hát én gondolkodtam ezen sokat, de azért még azt hozzátenném, hogy a Kékponthoz az utolsó időszakban, tehát egy 4 órás nyitvatartás volt, és egy nap olyan 150 kliens jött be átlagosan, tehát ahhoz képest is ezt a 100-ot összeszedni, hogy ilyen szenvedés volt, azért ez nagyon, nagyon durva, de hogy azért szerintem nem annyira bonyolult a dolog, mert hogy ezek nem múlnak el nyomtalanul, tehát az, amikor a rendészeti eszközökkel kezelik a problémát, amikor szigorítják a büntető törvénykönyvet, amikor beszüntetik a szolgáltatásokat, tehát amikor stigmatizált lesz maga az a kifejezés, hogy tűcsere, szóval, hogy ezek így, tehát ennek van következménye, tehát ennek az a következménye, hogy még kevésbé vállalják föl, még inkább stigmatizált lesz a szerhasználat, szóval, hogy ezek ahogy megváltozik az egész, nem tudom, hozzáállása, vagy legalábbis a felszínen a hozzáállás ezzel kapcsolatban, akkor ennek ez a következménye, hogy eldönek, és amikor megszűnik. Tehát azért egy ilyen szolgáltatásnál nagyon-nagyon fontos az a bizalmi kapcsolat, ami kialakul, ezt évekig tart felépíteni, ha az megszűnik, akkor utána ezt nem tudja, hirtelen megnyitok máshol egy helyet, ez nem fog ugyanúgy működni, mert azért emberekhez kötődnek. Szóval, hogy ennyi, tehát, hogy nagyon sokan, tehát egyrészt sokkal kevésbé merik felvállalni azt, hogyha szúrnak, vagy sokkal kevésbé mernek oda menni egyáltalán egy ilyen szolgáltatóhoz, és ja, tehát hogy szerintem ezek fontosak, illetve amikor én kérdezgettem a volt klienseket, vagy hát akikkel a kérdőíveket felvettük, azért ott mint amilyen volt az is, hogy sokan bekerültek börtönbe, tehát lehet, hogy amikor volt a 8-ban ilyen nagyobb, azért meg erősebb rendészeti fellépések között sokat beraknak, de hát azért több ezer ember nem tűnik el, meg több ezer ember nem áll el, tehát azért ilyet nem tudom, hogy ki mit gondol, vagy ki mit tapasztal, de hogy azért ilyen nem szokott lenni, hogy akkor az emberek leállnak, tehát hogy ők valószínűleg nagy részük ugyanúgy anyagozik tovább, csak mert nem jönnek, nem jelennek meg, nem tudom. Én azt gondolom, hogy a 8 kerület az egy elég speckós helyzet volt, tehát hogy nem biztos, hogy ez Magyarországra is volt, nálunk biztos, hogy nem ez történt. Amit én gondolok, hogy ez mellett, amiket már így ragozunk most már évek óta, történt egy olyan dolog is, vagy egy ilyen folyamat, amire szerintem a mai napig nem tudunk mi reagálni. És az pedig a dizájnerekkel egyébként, mikor megjelent egy ilyen radikális, agresszív réteg különben, mert hogy, tehát nem megszűnt az, hogy a drog az egy ilyen külön kis világ, mindenkinek hozzáférhetővé vált, és azt gondolom, hogy egy ilyen elég radikális réteg megjelent nálunk legalábbis Pécsett a tűcserékbe, de egyébként ez még akkor az Artérában dolgoztam itt is. És hogy ez egy az, hogy ilyen agresszívek, kettő pedig van most egy friss tapasztalatom egyébként, mi járunk a máltai szeretetszolgálat hajléktalan ellátójába csoportozni, egy kolléganőmmel is fenn voltunk, és bejött 2 rendőr, és kerestek valakit. És körülbelül 10 ugrottak föl, hogy hol van az a srác. És ők járnak egyébként hozzánk most a tűcserébe. És az a réteg, aki meg se szólalt volna, illetve mi igyekszünk nem beengedni rendőrt, ha csak nincs valami külön papírja, és mindig is mondjuk, hogy rendesen csukják be az ajtót, már nem akkor egyszer csak ott a rendőr, és akkor már nem tudom kidobni. Tehát, hogy az a réteg így elmaradt ezáltal, hogy megjelent ez a réteg, ez a másik, akik annak idején biztos, hogy nem mondták volna meg, hogy kit keresnek, és az éppen hol van. És szerintem ezek is benne vannak, illetve mondom, ez a maga, akik ilyen, tényleg most is van egy srác, akivel tök tehetetlenek vagyunk, nem tudom, és tényleg körülbelül ott tartunk, így azt gondolom az ártalomcsökkentésben, mindig volt a dilemma, hogy 14 éves gyereknek adjak-e tűt. Ez még a mai napig rám van bízva. Ezt nem találtuk ki, hogy ezzel mit csináljunk. És akkor, hogyha azt mondom, hogy nem adtam neki, akkor valaki azt mondja majd, hogy milyen hülye vagyok, miért nem adok az ártalomcsökkentés. Ha azt mondom, adtam neki, akkor másik meg azt, hogy az én gyerekem lenne, adnék-e neki, meg nem tudom. És ugye itt is ez a helyzet, hogy szerintem van egy csomó olyan ember most is talán nálunk is, vagy nem is csomó, de egy pár, aki szerintem a mi jogosítványunkat meghaladja. Tehát, hogy mi azt mondjuk, hogy mi alacsony küszöb vagyunk, gyere. És hogy
Ez megjelent egyébként szerintem hajléktalan látásban is, meg mindenhol ez az agresszív réteg, aki így leuralja a többit. Amikor azt szerint... mondod, hogy agresszív, akkor konkrétan fizikailag agresszív? Igen. Igen. És akkor az történik, hogy akkor most menj el, és akkor majd gyere holnap, de hogy jön holnap, mert hogy ja, hát nem tudom, hogy mit kell ezzel kezdeni. És hogy ez pedig a dizájnerekkel jelent meg, mert akkor lett így mindenki számára elérhető a dizájner. Tehát addig voltak beszélgetések akár egy alacsonyba is. Kérdezted az előbb, hogy akkor hogy volt ez a heroin téma. Még akkor itt meloztam az Artérába például, amikor mondtam, kérdeztem tőle, hogy miért váltott. Hát mondom, klasszis különbség a kettő. Azt tudnátok kell, hogy nekem is az előéletemben volt szerhasználat, és akkor mondta, hogy azért váltott, mert ez tudja, hogy micsoda, legális, meg olcsó. És volt olyan, hogy bevitték az embert, és a rendőrök kirögték és kirúgták, mert akkor heroint használt, és valami 0,000, nem tudom, mi volt benne a tartalom, és kirögték, és jött beszégyenkezve, hogy elkapták, de olyan kevés volt a cuccba, hogy rögtek rajta. És hogy ezért történt egy áttálás, igen. Mert akkor tényleg ez volt. De hogy mondom, én azt gondolom, hogy itt nekünk is lenne dolgunk, mint szakmának, hogy így valahogy így úgy ámblokk az egész, hogy kitalálni, hogy mi mit értünk, egy elhangzott délelőtt, hogy mit értünk szenvedélybetegség alatt például, hogy így megegyezni a szakmának abban, hogy mi a szenvedélybetegség, vagy hogy kell-e ártalomcsökkentés, vagy szubstitúció, nem tudom, mert abban is viták vannak, úgy hallottam egy csomószor, hogy ezeket így el kéne dönteni. És akkor utána mondhatnánk azt, hogy akkor mi mit szeretnénk csinálni, hogyha így a magyar szociális szakma így hozna valamilyen kompromisszumot egymással első körbe. Szóval jól értem, azt mondod, hogy egyrészt volt egy ilyen radikális változás a klientúrában, tehát tök mások a kliensek, meg azt is, hogy az ellátórendszer nincs erre felkészülve, és hogy... Hát én voltam egy csomó olyan rendezvényen, mikor új szerek, új megoldások, de hogy sose hangzott semmilyen konkrétum. Összejöttünk, jó, megijedtünk, meg nem tudom. És ott is valaki azt mondta, hogy teljesen más hozzáállás szükséges, vagy nem tudom, valaki azt mondta, hogy függő, tök mindegy. Abba sincs semmi. Tehát, hogy beszéltünk itt a gyerekekről, hogy úristen, Zénóékkal mi lesz, mert egy új helyzet. Tehát mi még mindig az új helyzetben vagyunk, mióta megjöttek a dizájnerek egyébként, és hogy nincs rá reakciónk, hogy egy széles réteg lekerült hozzánk, és itt szerintem összefügg azzal, amit az előbb mondtam, csak nem volt a mikrofon, mondtad, hogy Szerbiában mégis heroint használnak, és mondta, hogy ha jól emlékszem, az ott a statisztikában, hogy magasabb az iskolázottság. Tehát, hogy annak azért köze van hozzá, eleve a felépüléshez is, eleve, hogy én hogy tudok motiválni valakit, a tapasztalatom az, hogy ha nem ér el egy szintet, nem tudom motiválni. Tehát mikor azt mondom, hogy milyen nehézségeid voltak tegnap, és ez most konkrétum, és akkor azt mondta, hogy a szekrényt átvitték az egyik szobába a másikba. Ja. Holnap is meg fogom kérdezni, meg megpróbálom elmagyarázni, hogy miről beszélek, de hogy... És igen, ők bármikor hozzáférnek. Tehát, hogy... És ők járnak. Gyakorlatilag nálunk a tűcsere most ők. És mi még bonyolítjuk is, mert nálunk az van, hogy nappali intézmény, mondom, közösségi ellátó, és akkor tehát aki nem akar semmilyen együttműködést, az tényleg csak tűcserél és mehet. De hogy legtöbben azért, hogy ne tezzenek, fürödjenek, egyenek, nem tudom, szerződnek velünk. És akkor ott maradhat délig, tehát akkor el tud menni fürdeni, meg nem tudom, és ez még egy szerencsésebb helyzet, mert van az eszköz a kezünkben. És mondom, abból jutottunk oda, amire mondtam, hogy de öröm, hogy ez a brigád most felmos maga után, tehát hogy oda eljutottunk, abból, ahonnan indultunk, és ez szép lassan működik. Azt nem tudom, hogy valaha visszajön-e a Józsi által említett heroinista, aki régen lejárt, csak hogy neki már az a tapasztalat, hogy én nem megyek a tisztásba. És a tűfogyás az nálunk is, most pont néztem, hogy 14-est néztem, az 7... Az ilyen 13 ezer volt, és most pedig 3 ezer sincs. 12.000. Igen. Igen. 2014-ben 12.700 volt, és 2018-ban pedig 3.600.
Na és ebbe az, azért az van, hogy aki, akkor aki bejárt, az 7000 valamennyi, aki bejárt tűt cserélni, kontakt, az 5000 az a tűautomata volt. És ahhoz képest most, tehát az a 7000 is lement 1000-re, 1000 valamennyi, meg az 5000 lement 1008-ra, tehát az ilyen 35-40%-ra ment le. A kontakt az nagyon lement, aki lejött. És ez azért is van, mert hogy kevesebbet szúrnak azok, akik bejárnak, és mellette inkább szívnak bioherbát. Így volt ez a szerve. Tehát, hogy állítólag hasonló hatást elérnek, és nincs annyi korpusznál, amikor jön a rendőr. Tehát nem kell tartani hozzá olyan eszközöket, meg... És Réka, nálatok a 13. kerületben, hogy látod, ott is volt egy ilyen radikális változás a klientúrában? Hát mivel már tűcsere nem működött, ezért a klientúránk, aki jött, az visszajött hozzánk, de arról számoltak be, hogy ha előtte nem járt más tűcserébe, akkor nem kezdett el egy másikba menni. Mert hogy ő kötődött magához a szervezethez is, illetve annyira megváltoztattak a szerhasználati szokásaik, hogy emiatt sem jártak már tűcserébe. Többen arról számoltak be, hogy ha kellett, akkor vagy valakitől elkérték, ami ugye a hepatitis C és egyéb fertőzések miatt nem volt praktikus, illetve elkezdtek egy-két ember patikákba, tehát hogy gyógyszertárban vásárolták meg a tűket, de nem kerestek föl más intézményeket nagyobb számban. Ez egyébként megfogott, mind a két előadásban volt ugye erről szó, hogy gyakorlatilag a gyógyszertárok váltak a tűbeszerzés fő helyeivé, és akkor ez ugye fölmerül az a kérdés, hogyha nincsen tűcsere, akkor nem lenne esetleg az, nem lenne az a kötelességünk szakmának is, hogy a gyógyszertárakat jobban meg kéne keresni, és esetleg képzéseket a gyógyszerészeknek arról, hogy adják ki a tűt, és hogy esetleg a gyógyszertárokat felhasználni ilyen kontaktpontként, ahol lehet. Mit gondoltok erről? Nekem van saját tapasztalatom jó pár évvel ezelőtt, amikor hallottam a kliensektől, hogy nem adták ki a tűt, akkor én magam kipróbáltam, hogyha normálisan mentem be, akkor kiadták, hogyha kicsit szakadtabban, kapucnis pulcsiba, kicsit ziláltabban, akkor nem adták ki, meg elkezdték elmondani, hogy jaj, kislány, hagyd abba, meg ne csinálj. Tehát, hogy mondtam, hogy én szeretném megvenni, és kifizetem, tehát, hogy azt majd én elmondtam, hogy mire fogom használni. Nem lenne rossz egyébként a gyógyszertárakkal felvenni a kapcsolatot, de azt gondolom, hogy más, amikor egy szakember foglalkozik valakivel, egy program keretében, és más, amikor egy vadidegennek azt mondjuk, hogy figyelj még mellette, még próbáld meg ezt és azt csinálni. Azt, hogy már kiadják nekik, az már szerintem egy pozitív dolog. Mi annak idején, amikor itt megnyitottuk az artérát, akkor úgy kezdtük, hogy végig szaladtunk a gyógyszertárakon egyébként. A tapasztalat az volt, hogy elenyészőhely volt, ahol nem adták ki. Ki kéne adniuk egyébként jogilag, tehát nincs joga azt feltételezni, hogy bárki csoda, ki kell adni, azt kész. Nem mentünk bele ezekbe a vitákba. Az volt viszont jellemző, hogy ahova rengeteg drogos járt, ott jó fejek voltak, és ott kiadták. Tehát ott valamiért érzékenyültek erre. És ahova meg amúgy nem is nagyon mentek, ott így ágáltak, hogy ha ide jön, akkor nem is tudja, mit csinál, jó csokkolom, ott hagytuk. De hogy gyakorlatilag, ja, de hogy nem biztos, hogy ez lenne a megoldás. Mert hogy ez működik egyébként. Az most így, hogy mondjátok, ez nekem új egyébként, hogy a gyógyszertár ennyire, vagy nem tudom, hogy csak az önbevallás, vagy mi ez. Érdemes lenne talán egy kutatást, hogy valóban ennyit emelkedette, hogy tényleg oda járnak-e a gyógyszertárakba, vagy nem tudom, volt-e, vagy lesz-e, vagy... Nekem az a tapasztalat, legalábbis Budapesten, hogy esetleg 95%-ban gyógyszertárban megkapják a fecsiket, szóval nem igazából van ez ebből probléma. Igen, az tényleg igaz, hogy azokban a gyógyszertárakban, ahol járnak gyakrabban drogfogyasztók, ezt most mit tudom én, például a Suboxone receptekkel kapcsolatban, amikor egy új gyógyszertárba kezdenek járni, akkor mindig az első egy-két hétben, hónapban van probléma, utána megszokják, hogy hát
ezek is emberek, két szeme, két füle, egy óra van egy száll, és akkor igazából semmi probléma, nincsen, kifizeti a gyógyszert, és akkor sokkal rugalmasabban állnak hozzá, akár fecskendő eladása a szempontjából is. Hogy én ez Budapesten azt gondolom, hogy valószínű, hogy mikor bezártak itt a tűcserék, egy része a klientúrának elment gyógyszertárba. Egyébként mondják is, hogy jobban szeretik, ha megveszik gyógyszertárba, bár fizetni kell érte, nem egy nagy pénz, hiába kapja meg ingyen a tűcserébe, mert hogy félnek a regisztrációtól, hogy ők valamilyenféle listára, rendszerbe bekerülnek, stb. Főleg az utolsó években ez azért egy elég komoly félelem a pacientúra részéről. Egy másik gondolat, amit talán így akartam még mondani, hogy ugye itt az opiátfüggőkkel kapcsolatban, a heroinfüggőkkel kapcsolatban, akik ugye hosszú időn keresztül injektáltak folyamatosan vagy időszakonként, egy részénél, és ezt így a saját munkám során látom, ugye annyira rosszak lettek a vénáik, hogy egyszerűen képtelennek injektálni, és preferálják inkább a fóliázás vagy a elszívás formáját a heroin használatnak. Ez egy valószínű, hogy az a réteg, aki mondjuk ezelőtt 10 évvel ugye heroin függőség miatt aktívan injektált és aktívan járt tűcserébe, most egy más formáját választotta a szerhasználatnak. Nekem az egy kérdés különben ez, hogy a gyógyszertárban akkor ennyire megemelkedhetett, mert nálunk Pécset még, aminek van előnye is hátrány, és van még automatánk. Tehát, hogy az egy dolog, hogy oda nem jönnek le, de hogyha ez így lenne, hogy az igény megvan rá, csak nincs tű, akkor az automatában nem csökkent annyira, de akkor nem csökkent volna, hanem ott nőtt volna. És hogy nem, tehát hogy gyakorlatilag 20 forintért kap egy törlőkendő szűrő cöpi szettet, és hogy akkor ott elvileg nőtt volna, hogyha az igény lenne rá. De hogy ott is csökkent, nem olyan mértékben, mert nem 7000-ről nem ment le, vagy az egyik helyen 7000-ről lement 1006-ra, ott pedig 5100-ról 1008-ra, tehát kevésbé, de ott is csökkent. És akkor, tehát azért 20 forintért reális ár szerintem, de hogy akkor nőni kellett volna, hogyha annyira nagy igény lenne. Csak annyit akartam hozzátenni, hogy tehát például Belgrádból azt mondták, hogy ott azért nagyon gyakori a patiában, hogy azt gondolják, hogy ő segít azzal a drogosnak, ha nem ad neki tűt, mert akkor majd nem fog drogozni. De hogy ez, tehát hogy mondjam, szerintem a patika azért nem egy ideális terep erre, tehát fel lehet őket készíteni, meg mit tudom én, Angliában van erre protokoll vagy ajánlás, hogy a patikai tűcsere hogyan zajlik, mit kell meg, mit tudom én, mi az a 3 kérdés, amit fel kell tennie a patikusnak, hogyha kiskorú akar tűt vásárolni, mit tudom én, tehát hogy lehet erre is kidolgozni egyébként szakmailag megfelelő válaszokat, de akkor sem jó hely egy patika, meg egyébként meg nagyon sokszor hogy mondjam, tehát azért ez egy olyan réteg, aki nagyon az alján van a társadalomnak, tehát hogy kihasználják őket sokszor, tehát mondjuk azért itt akikkel én beszélgettem itt Budapesten, ők azért beszámoltak arról, hogy nagyon drágán adják nekik, tehát hogy nem 20 forintért vagy 25ért, hanem 100ért vagy 200ért, ami mondjuk irreális egy tű esetében, tehát mondjuk simán lehúzzák őket. Az is lehet egyébként, hogy na mindegy, tehát hogy azért ez nagy körültekintést igényelne. Szerintem ebben nincs is vita, hogy az a gyógyszertár az nem egy ideális hely arra, hogy drogfogyasztókat elérni. Viszont, hogyha azt látjuk tényleg, hogy ennyire nincs, megszűntek a fix tücserék, akkor mondtuk, hogy hát a mobil azért nem annyira jó, mert a mobilban nem tudsz ugyanazt a minőségű, meg szintű szolgáltatást nyújtani. És most megszűnik a mobil is, és akkor igazából nagyon kevés olyan pont van, ahol el lehet érni egyáltalán az intravénás szerhasználókat, és akkor lehet, hogy legalább ez egy olyan pont lehet, ahol valamiféle képet kaphatunk, hogyha felhasználjuk ezeket a pontokat. Tehát ez tényleg ez csak a ártalomcsökkentésnek egy ilyen, hogy a szegény ember vízzel főz típusú megoldás lenne. Igen. A másik kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy a hepatitis adatokra is sokat hallottunk, volt ugye Magyarországon egy ilyen EU-s program, a HREACT program, az Anna is említette az előadásába, és hogy erről egy picit tudnál beszélni, hogy mik voltak ennek a programnak itt a tanulságai Magyarországon, a többi országhoz képest. Ez
tavaly tavasszal futott ez a program. A szolgáltatóknak, akik tűcserét végeznek, vagy bármilyen alacsony küszöbb szolgáltatás keretein belül már nem végeznek tűcserét, de intravénás szerhasználókkal is találkoztak, és a szűrés futott náluk. Nekik volt arra lehetőség, hogy több alkalommal találkoztak szakemberekkel, volt, amikor konferencia keretében, volt, amikor workshop keretében, és egy ilyen közös gondolkodás indult el a hepatológusok és a segítők között, hogy mi az az út, hogyan tudnák a szerhasználókat eljuttatni kezelésbe, milyen gyógyszerek vannak, milyen lehetőségek vannak, milyen vizsgálatokon kell keresztül menni. Ez abban a szempontból nagyon praktikus volt, hogy a két terület közeledni tudott egymáshoz, hogy egy csomó olyan kétség volt bennünk, hogy úristen, mi mindent kér egy hepatológus, és akkor azért nem is indul el a fiatal, mert hogy annyi minden megpróbáltatáson kell keresztül mennie. Aztán kiderült, hogy ez egyszerű, kiderült, hogyha van személyes kontakt, hogy kit kell fölhívnom, hova kell menni, ki az az illető, akit keresni kell, akkor ez az egész egy sokkal gördülékenyebb valami tud lenni, és elindultak ilyen közös együtt gondolkodások, kidolgoztuk az útvonalakat. Pécsen már működik, ugye, Cikke, erősíts meg, tehát, hogy ti tudtok küldeni rendesen így kezelésbe klienseket, ami nagyon jó, hogy a debreceniek ki tudták alakítani, és Budapest úgy szintén, hogy kik azok a hepatológusok, akikhez lehet küldeni majd. Most ugye, ha jól tudom, még mindig érvényben van egy olyan protokoll, ami elvileg 6 hónapos abszinenciát megkövetel azelőtt, hogy kezelésbe jusson egy... Ez még mindig... Ezt jeleztétek egyébként? Jeleztük, volt erről beszélgetés, és igazából két körben ment ez a történet. Először az volt, hogyha valaki szubsztitúciós kezelésben van, és metadont kap, mondjuk, akkor megvolt, hogy meddig kellett lecsökkenteni, nem kellett nullára levinni, de megvolt az, hogy mennyit használhatott még. Most már nincsen ez. Tehát nincsen még kimondva, de azt mondták a hepatológusok, hogy induljon el, kezdje el a vizsgálatokat, nézzük meg, hogy mi történik vele. És mik szerinted a fő akadályok, miért nem jutnak be jelenleg az emberek? Hát, mivel C-sek nagyon nagy számban vannak, én 10 évig csináltam a szűrést, és nekem nagyon megdöbbentő volt az, hogy amíg ilyen 30-35%-nál tudtuk tartani a megfelelő tűkiadással és tűbegyűjtéssel a hepatitis C-seknek a számát, addig, amikor a két nagy tűcsere bezárt, és abban az évben lement a szűrés, akkor majdnem a duplájára ugrott. Tehát, hogy vannak, nagyon sok cés van, és az, hogy most őket nehezebb elérni, mert ahogy itt a kutatásokat is nézzük, nem jönnek, nem jelennek meg, ki tudja, hogy hol vannak egyáltalán, így a kezelésbe juttatás is egy nehezebb folyamat. Egyébként a nehézségeket az is jellemző, amikor összeállítottuk magát ezt a kerekasztalt, és már ott nehézségbe ütköztünk, hogy egyszerűen a terepen dolgozó szakembereknek a jelentős része, akit fölkértünk, nem vállalta, hogy részt vegyen ebben a beszélgetésben, ami szerintem önmagában jelzi azt, hogy egy milyen ilyen demoralizált állapotban van jelenleg ez az egész alacsony küszöb Magyarországon. És ugye Robi is említette, hogy meg az Anna is, hogy azok a meglévő kis tűcserék is most már nagyon komoly kapacitás problémákkal küszködnek, hogy... Mennyiben pénzkérdés ez szerintetek, hogy ezek a programok ennyire, meg maguk a szakemberek, hogy ennyire nem akarnak ezzel az egésszel foglalkozni már, vagy mennyiben másról szól? Hát mennyiben mondjuk arról, hogy így nincs mögötte egy ilyen politikai támogatás, ez egy ilyen kicsit tabutémának számít? Hát én azt érzem, hogy ez az egész így egyben. Tehát, hogy ami, most így gondolkodtam, hogy melyik lehet az, amin így föl lehet majd úszni, de hogy így nagyon nehéz kialakítani egy kapcsolatot egy klienssel, ott tartani, átvinni a fejébe dolgokat, és amikor megszűnik egy szolgáltatás, akkor utána hova megy később, meg újra kialakítani ezt a kapcsolatot. Tehát, hogy van egy ilyen nehézség, meg ezek az ellehetetlenített helyzetek, én szerintem ezt generálják. Nálunk, én nem tudom, én nem érzek nehézséget, Zsolti vagy János lehet tud, tehát eszközünk most jelen pillanatban van. Pécset azt gondolom, tehát biztos lenne, miben javulnunk, hogy még több embert elérni, de amennyit elérünk, szerintem őket
őket el tudjuk látni steril eszközökkel, tehát ebben mi akkor nevezhetőek vagyunk szerencsésnek, vagy nem tudom. Igaz, hogy, tehát, hogy ezt nem is kürtöljük ki, és én speciál, de a stábom nevében tudok beszélni, a kollégáim nevében is, hogy nem azért, mert félünk valakitől egyébként, hanem ezt egy nagyon intim dolognak tartjuk különben, hogy valamitől ez pár éve az ártalomcsökkentés, meg az alacsony küszöb, ez így valamiért ki lett emelve a tűcsere rész. És akkor elküld, tehát hogy most szerintem 100 emberről megkérdezik Magyarországon, hogy mi az ártalomcsökkentés, de azt fogja mondani, hogy tűcsere. És hogy mi pedig ezt örökké úgy gondoltuk, hogy ez senkinek semmi köze. Ezért igyekszünk úgy lenni, és mondom, nem félelembe, de hogy ne is tudják, hogy ha azon az ajtón bejön valaki, akkor tud tűt cserélni, mert ott megy el egy csomó busz, és az nem lenne jó, hogyha a Dunántúli napló benn van, ott van tűtcserélni, és akkor oda bárki bejön, akkor azt hiszik, biztos megy tűt cserélni. És ez az ő a klientúránk védelmében van, hogy ez egy azt gondoljuk, tök intim dolog, és hogy ez lehet ezzel megvívni csatákat, nem tudom milyen szinteken. De hogy nem biztos, hogy ez a mai magyar társadalom, vagy bárki erre fel van készülve, hogy ilyen ügybe bármilyen vitát lehessen folytatni, illetve nagy valószínűséggel borítékolható, hogy mi a véleményük róla, nem csak a tűcseréről. Tehát én dolgoztam mondok egy példát, Komlón a rehabilitációs intézetben, és egyszer kitörtek egy ablakot a srácok, kirúgták foci közben, és akkor kihívtunk egy üvegest Komlóról. Közben ment benne egy csoport, jött az üveges, beüvegezte, és akkor mondta, hogy mi van ott. Hát mondom, csoportozna. Kik? Hát mondom, drogosok. Szóval mi az, hogy csak? Mondom, beszélgetnek. És akkor nekik van ez az egész? Mondom, mi a mondom, focipálya, nem, biztos voltál már Komló. És ugye elkezdte mondani a véleményét, és szerintem a Magyarországon ez a véleménye egyébként a társadalomnak, úgyhogy nem biztos, hogy erről ilyen szócsővel kell vitatkozni nekünk, hogy a tűcsere hogy van, amúgy van. És ezt mind azért mondom, hogyha bejön a Jonathan hozzám holnap, tudjak neki adni tűt. Mert nekem egyébként az az elsődleges. És jelen pillanatban Pécset mondom, mi úgy vagyunk vele, hogyha jön a Jonathan, tudok adni, meg még 100 Jonathannak is, ha jönnek. És hogy azért erről így meg szoktunk feledkezni, hogy nekem elsősorban ez a dolgom, meg hogy főzzek neki egy teát. És akkor, ja, igen, vannak ezek a részek is, amiről beszélünk évek óta, de hogy ja, ez talán kicsit halkabban kéne, vagy nem. Egyébként ugye Réka említette az elején, hogy szinte már megkönnyebbülne attól, hogyha visszajönne a heroin, mert hogy az, akkor legalább azzal, hogy lehet tudni, hogy mit csináljál egy heroin fogyasztó, vagy te is ezt érzitek, hogy milyen érzéssel töltene el titeket, hogyha mondjuk, tegyük fel, hogyha visszatérne a heroin a magyar... A kiváltó oka szerintem úgy hasonló a heroinistának is, meg az alkoholistának is, meg a nem tudom. Tehát, hogy mi elsősorban azzal foglalkozunk, azt gondolom. Tehát, ha most nem az ártalomcsökkentés részét nézzük, hanem hogy ez egy nappali intézmény, azzal foglalkozunk, hogy mitől használja azt a valamit. Az tény, hogy ezeknél a szere, én speciál, pont most voltunk kajáni múltkor januval, és mondtam neki, hogy úgy eléggé zavarba vagyok, mert jöttek ezek az új szerek annó 12-be, és akkor mondtuk, hogy azt se tudjuk, hogy ez hogy fog hatni, mert hogy nem tudjuk, milyen hatással van az emberre, hogy harmadik mellenő, vagy úgy pszichésen, teljesen mindegy. És hogy tényleg nem tudjuk. És mire megtudtuk volna, tehát lett volna egy szer mondjuk, aminek van kifutási ideje, az nem történt meg, mert akkor jött a célista, akkor azon változtattak. És ezek az emberek egyébként az utóbbi 12-től 18-ig, ezekben az években mindenfélét magukba pumpáltak, ami nem tudjuk, hogy hatott rájuk. És akik most vannak nálunk lenn kliensek, akik mondjuk agresszívek, meg nem tudom, én ezt nem tudom jelen pillanatban eldönteni, hogy ez most a szer hat rá, vagy ha ő szert használ, akkor van jobban. A pszichiáterhez levittük most kedden. A pszichiáternek azt mondta, nincs szüksége segítségre, tehát kész, nincs, ennyi. És akkor gyakorlatilag, igen, könnyebb a heroinistákkal. Én most nem mondom, hogy jaj, de jól lenne heroint használnának, mert annak is megvan az oka, hogy valaki heroint használ, de hogy rá, velük kapcsolatban azt gondolom, hogy van tapasztalatunk, meg tudunk vele mit kezdeni. Velük sokszor én mondom, ezt említettem az előbb, hogy azt gondolom, így 2012 óta még mindig nem tértünk észhez, hogy úgy vannak, és ennyi.
Most még egy, na, csak nagyon röviden az előző ösztönt, hogy amúgy a pénz már nem lenne elég arra, hogy ezt visszacsináljuk, tehát csak azért, tehát hogy mondjam, Pécsen azért nagyon más helyzet, ott azért van egy folyamatos eltest, tehát látszott az adatokból is, hogy vidéken azért, mert nagyjából hasonló vagy, tehát hogy fennmaradt, tehát hogy ez egy tök spéci helyzet, ahogy Budapesten szétverték az ellátórendszert, de hogy azt most már pénzzel se lehetne visszacsinálni, és nem csak az idő miatt, ami a bizalmi tőke felhalmozásához kell, hanem azért sem, mert az ott dolgozó szakemberek szétszélettek. Tehát, hogy nagyon sokan már azóta programozók, vagy mit tudom én, máshol, tök másban dolgoznak, vagy irodába beültek. Tehát, hogy most már ahhoz is idő kellene, hogy újra összeálljon egy olyan szakembergárda egy adott szervezetnél, aki ezt tudja profi módon csinálni. Tehát most nem lehetne rögtön visszaindítani, de hogy amit hogy visszajön a heroin, vagy hogy ezzel mit lehet csinálni. Egyébként szerintem a designer szerek ebből a szempontból tökre megvilágító erejűek voltak, mert hogy akkor tehát hogy nagyon rá volt fókuszálva az ellátó rendszer arra, hogy itt szerekre kell megoldást mutatni. Tehát ahogy a rehabokban egy, nem tudom, 35-40 éves, nem tudom, 20 éve heroinozó emberre lettek kialakítva a módszerek, úgy, amikor bekerültek ezek a designer szeresek, akkor kellett ezeket átalakítani, rájönni, hogy amúgy nem, tehát hogy amúgy mi az a módszer, amivel egy szerhasználatot le akar állni, arra lehet válaszolni. És ugyanígy az ártalomcsökkentésben is nagyon bele voltunk ebbe kényelmesedve, jó, te heroinos vagy, akkor neked ezt tudom mondani, igen, te amfetamint használsz, akkor neked ezt fogom mondani. Miközben valójában ők szerhasználók, és van egy általános tudás arról, hogy mi az, hogy ártalomcsökkentés, és ezek általános érvényűek, tehát tök mindegy, hogy valaki mefedronozik, vagy tök mindegy, hogy mit szúr, hanem szúr, tehát erre viszont vannak válaszok, és erre viszont tudjuk, hogy mit kell mondani, és tudjuk, hogy mit kell csinálni, és igazából szerintem az ártalomcsökkentés, mint olyan, hogy, és ebben is igazam van a cikkén, hogy nagyon-nagyon a tűcserére fókuszál az egész diskurzus, miközben valójában a tűcsere is inkább egy alacsony küszöbű ártalomcsökkentő szolgáltatás, ahol kéne tudni reagálni arra, hogyha változik a populáció, akit ellátnak, ahol változik a szerhasználat, és akkor kéne ezekre odafigyelni, hogy mit használnak, akkor lehet, hogy cigipapírt kell tartani, mert hogyha többen bióznak, akkor lehet, hogy azért jönnek be, nem a tűér, hanem az ingyen cigipapírért. Hogyha mint tudom én, mert kell fóliát tartani, hogyha fóliáznak, vagy el kell kezdeni tanítani őket arra, hogy hogyan kell fóliázni, ha már teljesen tönkrement a vénájuk. Szóval igazából egy kicsit szerint, tehát hogy ebből a szempontból lehet ez hasznos is, ez az egész designer szerves dolog, hogy ráirányítja arra a figyelmet, hogy amúgy mi is az, hogy ártalomcsökkentés, és mi az, amit attól függetlenül, hogy aki konkrétan milyen szert használ, mi az, amit tudunk, vagy mi az, amit tudunk nyújtani. Bocsi, akkor lehet félreérteni. Tehát az ártalomcsökkentést ezt tudjuk működtetni. Most mondok egy konkrét kedden, mikor lejön közmunkás mellénybe fakarddal, és neki megy a másiknak, azzal nem tudok mit kezdeni. Tehát ott én, mint alacsony köszönöm ellátó, azt mondom, oké, Pistikén, most akkor holnap találkozunk, ki is kísérem, de hogy nem is biztos, hogy ez a megoldás, mert másnap meg folyt, tehát hogy az agresszivitással, ami megjelent ezzel a csapattal, és a designerszereknek szerintem ebben szerepük van, az jutott most eszembe, hogy mondtad, pont ez heti esemény, hogy föl is hívtuk a Janót, hogy át tudna jönni, mert tudtuk, hogy a gyerek nem fog bemenni egy pszichiáterhez, és mondta, hát ugye sok kliens mondta, hogy neki az nem, az egy óra kiesés, nem biztos, hogy át tud jönni, lehet, hogy majd át tud, nyugodtan hívjuk ilyennel, de nem tud, de nekünk lehet, hogy az kéne, hogy akkor nálunk van egy pszichiáter, amikor bejön a Pisti, meg a Pisti 2, meg a Pisti 3, akkor szóba tudjon vele állni. Mert utána ezt az embert elvittük, mondom, a másik pszichiáterhez az ambulanciára, és ott azt mondta, hogy ő neki nincs szüksége semmilyen segítségre, és megy. Máltai szeretett szolgálattal egyeztettünk, ott lakik, onnan kicsapták most, mert csinált egy nagy verekedést. Én kértem neki még időt, mert kirúgták volna már vasárnap. Mondtam, hogy péntekig van nálunk ideje, hogy intézzem valamilyen pszichiátert. Most ez holnap jár le, állítólag most már szimpatizál a Rét utcával. De hogy onnan kirakták szerdán. Tehát ők is tehetetlenek vele, mert azt mondták, hogy egyszerűen a közösség mondta már. És nálunk is az a közösség, aki miatt elszokott egy másik réteg, azt mondja, hogy a Pistit rakjuk ki.
És például védjük a Pistit most holnapig még, és holnap meg az lesz, hogy Pisti nem jöhetsz, akkor gyere, hogyha elkíséretünk egy pszichiáterhez, és akkor elkísérünk, de le nem jöhetsz. Nem tudunk más csinálni. És ez meg nem ártalomcsökkentés. És erre mondom, hogy a szakmának kéne kitalálni, hogyha megjelent ez a helyzet. Hogy ezzel mit kezdjünk, mert most ránk van bízva. Összedugtuk a fejünket, ezt hoztuk össze, az a brigád lehet azt mondja, ez hülyeség, ez a brigád azt mondja, de jó, tök jó ötlet, és akkor most mi van? Jóska, nálatok is gondolom jelentett problémát a agresszív viselkedés, meg amiről még téged ezen kívül meg akartak kérdezni az, hogy ugye volt egy nagy átállás most a szubsztitúciós programokban a tablettásra a folyékony metadonra, hogy esetleg ezzel kapcsolatos tapasztalatokról is tudnál beszélni, hogy ezt a kliensek hogy fogadták, mennyire volt nehéz ez az átállás? Hogy igen, a heroinvel a dizájn kérdése, hát nyilvánvaló a tünetileg, főleg a segítő szempontjából sokkal jobb a heroin. Ugye, mert a heroinista az nyugodtabb, szondulgat, türelmes, nincs különösebb probléma vele. A dizájneres az nem ilyen, az már türelmetlen, agitált, ugye stimuláns, szintén stimuláns dolgokról beszélünk, egyértelmű tünetekhez. Még néha paranoid is, még néha halucinálgat is, vagy sokkal rosszabb a segítő szempontjából, úgyhogy én a heroin preferálom, ha már így ilyen szempontból felmerül ez a kérdés. Már mint kezelő, nem mint fogyasztó. Félrejtésnek. Még arra visszatérve, még az előző kérdésre, hogy számomra iszonyú furcsa, hogy 2019-ben, még arról vitatkozunk Magyarországon, hogy kell-e szubstitúció, meg kell-e ártalomcsökkentés, mikor ez a vita a világon már 20 évvel lezajlott is. És miről beszélünk? Szóval, hogy a WHO, az Egészségügyi Világszervezet egyértelműen kideklarálta, hogy az alacsony küszöbű ártalomcsökkentő programok a legjobb eszközök a HIV-hepatitis epidémia elterjedés ellen. Mindenki már arról beszél, hogy egyáltalán ezeket a programokat hogyan lehet finomítani, melyik közösségben milyen programokat érdemes, mit nem érdemes, hol érdemes inkább automatát, hol érdemes inkább buszt, hol érdemes inkább fix programot, hol érdemes még megkereső programot. Szóval, hogy erről szól igazából a szakmai vita a világ világosabb részében. Nyilvánvaló, nem tudom, Pakisztán vagy Putyisztán, nem, de hogy azt gondolom, hogy Európai Unióban, szóval úgy elvesznek, vagy hogy a szubstitúció, szóval nem az a kérdés, hogy akkor kell-e vagy nem, hanem hogy hogyan tudjuk bővíteni az elérhetőséget, stb. Szóval számomra ez a furcsa, hogy kitérnek 19-ben, mert most arról beszélünk, most mi van, szóval, hogy ez így furcsa. És az utolsó kérdés itt a szubstitúciós szerváltással, ugye metadonnak Suboxont használunk, hogy a metadon hosszú éveken keresztül tabletta formájában volt, most már van egyre több helyen, és főleg Budapesten elsősorban oldott formájában. Én személy szerint már pár éve, két éve konkrétan nem dolgozok már metadonnal, csak Suboxonnal, de hogy ugye az a tapasztalat, hogy az oldatnak több a mellékhatása. Elsősorban a gastrointestinális mellékhatásokról panaszolnak a páciensek. Részben a kollégák, akik dolgoznak konkrétan még metadonnal, azt mondják, hogy a fekete piac valamilyen szinten visszaszorult, ha nincs olyan nagy fekete piac értéke az oldatnak, mint a tablettának. De hogy én mindig azt szoktam mondani, a fekete piacot nem úgy lehet visszaszorítani, hogy mit tudom, szűkítjük, drágítjuk, emeljük a küszöböt, hanem megnöveljük az elérhetőséget. Szóval, ha azok, akiknek szüksége van szubstitútus kezelések, könnyen elérhetőek ezek a programok, nem fogják tudni eladni a fekete piacon a gyógyszert, mert ha megkapja ingyen hivatalosan, nem lesz ennek fekete piac. Tudjuk egyébként, hogy azokban az országban, ahol könnyű a metadon elérhetőségre, speciálisan Hollandia vagy Spanyolországot, aránylag alacsony a fekete piac. És azokban az országokban, ahol ez magas, mondjuk most nem Magyarországról beszélünk, hanem mondjuk Franciaországot, ahol buprenorfin preferálnak, vagy Svédországot, hogy nagyon magas a fekete piac. Hogy ez egyértelmű összefüggésben van. Van ugye egy jó hírünk is így a kerekasztal végére. Hosszas civil társadalomnak egy nagyon régi követelése volt, hogy legyen Budapesten is egy egységes fővárosi KEF kábítószer egyeztető fórum. Ez most úgy tűnik, hogy mégiscsak meg fog ugye alakulni.
lesz is ezzel kapcsolatos konferencia, és egy ilyen utolsó körben azt szeretném tőletek megkérdezni, hogyha egy dolgot tudnátok javasolni a budapesti KEF-nek, jelöl, neked is azért van rálátásod Budapestre valamennyire, hogy mi lenne az, amivel most legsürgősebben kellene foglalkoznia, és amit a döntéshozók elé tárnátok ügyet. Hát nekem a kezelésbe juttatás. Tehát, a hepatitiszre gondolsz? Hepatitiszre gondolok, igen. Ez nekem egy régi becsípődésem, meg a számok is azt mutatják, nekem ez egy nagyon, nagyon fontos terület. Hát én az ártalom csökkentést és elsősorban az utcai megkereső programoknak a fejlesztését is nagyobb pénzösszeggel támogatását gondolnám. Hú, én azt javasolnám, hogy azért gondolják végig az elmúlt év eseményeit, hogy hogyan történt az, hogy amikor a 8. kerületben elkezdik szorongatni, akkor hirtelen átmegy a 10. kerületben, amikor ott is szorongatják őket, akkor tovább megy a 14-ben, szóval hogy amúgy, hogy ezek nem véletlenül történnek, ezek a dolgok. Egyet szabad csak? Hát te mondtad az ártalomcsökkentés, mondanám a prevenciót egyébként, de inkább azt kívánom a fővárosi KEF-nek, hogy így egymással meg tudjanak egyezni, és utána lehet bármit elérni. De így ezt így egyébként tényleg, na mindegy. Na hát igazából le is járt az időnk nagyjából. A közönséget szeretném megkérdezni, hogyha van bárkinek hozzászólása kérdése, akkor azt jelezze. Ja, tényleg, és aki akar üzenni a budapesti KEF-nek? Kati akar a budapesti KEF-nek üzenni. De ugyanazt, mint amit a János, hogy mi a korai kezelésbevételt támogatnánk, meg az integrált addiktológiai ellátást. Én is a korai kezelésbevételt támogatnám, csak még nem tölt el bennem, hogy a kliensekét vagy a politikusokét, de ez meg majd eldől későbbiekben. Szabad akkor ezt a hirdetésemet megtenni, vagy elnök úr? Ja, bocsánat. De annál a mikrofonot. Akkor igen, jó. Tehát, hogy szeretném felhívni a figyelmet március 9-én arra a konferenciára, amit lehet, hogy már ismertek, vagy hallottatok már róla, designer drogok a szegregátumokban, egy próbálkozás, egy tökben egy összművészeti és össztársadalmi próbálkozás, hogy az összes ilyen célcsoport együtt erről gondolkodjon, tehát, hogy a szakemberek, az egyházak és a döntéshozók, a szakemberek és az egyházak ott lesznek ezen a randevón, reméljük, hogy az állam is. És egyébként pedig egy pszichoaktív szer, vagy pszichoaktív alkalom, mert hogy nagyon erős lelki környezetben lesz, amennyiben a jezsuita rendházban, és azért mégiscsak ritkán adatik meg drogszakembereknek, hogy egy rendházban tudjanak ilyen kérdésre beszélgetni. Tudnám javasolni, hogy aki még nem jelentkezett, az jelentkezzen, párbeszédháza.hu, avagy parbeszédháza.hu. Mindenkit várom szeretni. Köszönjük szépen Miklósnak, van egy javaslat a kérdése. Még mindig Kalapos Miklós vagyok, és mindig Józsefvárosból. Nem tisztem reagálni a Józsefváros tért kritikákra. Egy dolgot szeretnék mondani, nem csak az iniciálók száma csökkent, hanem általában KSH adatok szerint az összes addiktológiai gondozottak száma körülbelül 15 éve csökken. Alkohol problémásoknál ez körülbelül azt jelenti, hogy 15 év alatt 75% a csökkenés, a drogfüggőknél ez kicsit kisebb, viszont évente a korábban kezeltek 50%-a eltűnik. Tehát én azt gondolom, az alapprobléma az, hogy a rendszer ezeket a betegeket nem tudja megtartani, nem kerülnek be, nem csak az alacsony küszöbbe, hanem a magas küszöbbe se, ha szabad így mondani. És alapvetően én azt kívánnám a budapesti KEF-nek, hogy több szakma, kevesebb politika. Jó, köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Még?
Sziasztok, Varga Dani. Egy kicsit kibemászkáltam a kerekasztal közben, elnézést, és nem tudom, hogy a füstölésről arról mennyit beszéltetek, mármint hogy a különböző designer szereknek, poroknak a füstölő típusú használata. Mert hogy én akkor saját szubjektív élményeimből mondom, amiket én látok a mi helyünk, ami a 9. kerületben dolgozunk. Egy ilyen kamasz programban ott a srácok elég pontosan tudják, hogy hogyan kell nem szúrni ilyen szereket, hanem másképp használni. 14-5-6 éves gyerekekről beszélek. És hogy, most Dani, most a stimulánsokról beszélsz, vagy a herbáról? Hát nem a herbáról, így van, hanem a stimulánsoknak a nem injektálásáról, erről a nem tudom mi a hivatalos szó, füstölés, vagy nem tudom. Fóliázás, elnézést, ezt a szót kerestem. Hogy nem tudom, hogy ti hogyan találkoztok, van-e erről bármi? Elhangzott itt ma, hogy volt egy váltás, nem kell hozzá eszköz, és hogy erről volt szó, hogy azért esett vissza a tűfogyás is, mert hogy váltottak. Meg az, tehát hogy amíg ment az adatfelvétel, tehát hogy a baptista szeretetszolgált mobil tűcsőjében adtak fóliát, meg szívó, ilyen feldarabolt szívószálat, tehát hogy volt hozzá eszköz, meg még régen a Kékpontnál azért mi is osztogattuk, szóval ebbe azért kell egy ilyen edukálás is, de hogy ez van, tehát hogy én azt látom, hogy most már viszik, tehát nem is kellett tukmálni rájuk, hanem hogy így kérték, tehát hogy... Jó, utolsó kérdés. Nem kérdés, hanem csak a hepatitis C kezelés kapcsán egy ilyen tisztázó gondolat, mert ez mindig fölmerül, ez az abszinencia, vagy hogy mi van a protokollban előírva. Van a hepreg.hu oldal, ahol mindig elérhető a legaktuális, vagy a legutolsó szakmai konszenzus, és amit 18 májusa az utolsó ilyen szakmai konszenzus, abból kitörölték ezt a... Tehát, hogy végül is a hivatalos dokumentum, és a Makara doktor azt mondta, hogy ez egy tudatos döntés volt, hogy ezt a 3 hónapos abstinenciát kitöröltek, és azon ott, hogy egyéni eset elbírálás. Tehát igazából szerintem abszolút orvosfüggő, vagy ezek a lokális együttműködések nyomán, tehát a szakmai dokumentum már nem áll az útjába, úgymond, amire... Csupa jó hír. Ja, csak most lesz majd akkor az a helyzet, mint ami most a héten is volt, hogy szóltak szénájáról, hogy adjuk igazából a fogorvos kéri, tehát a hepacéshez, tudod, az is olyan, hogy elvileg a fogorvos mindenkit úgy kell, hogy kezelje, mint a hepacés lenne, de nem mindig történik, mert egyéni elbírálás. De hát bízzunk, a Pécset hál' Istennek működik egyébként a hepatoló, hát hála Jánosnak. Jó, bezárjuk a kerekasztalt, köszönöm. Na, szóval akkor köszönjük szépen, elfogyott az időnk. És akkor 50-ig kávé szünet, és 50-kor folytatjuk. Köszönjük szépen. Bocsánat, csak hogyha...